Na hát itt van szubjektív az rovatunk. Szubjektív rovatunk, mert ezt vártuk. Igen, mert a feleségemmel közösen 110-szeres válogatott kosárlabdázók vagyunk, és ebből éppen csak egy picit von le, hogy ebből maga a feleségem. Neked 110. Ehhez csak ennyi közöd van. Igen, a legnagyobb sportsikerem, hogy elvettem a feleségemet, viszont itt van velünk Tőrős Balázs, NBA szakértő, vlogger, aki még nálam is sokkal többet tud a kosárlabdáról, így az NBA-ről, és bólogassál nyugodtan. Igen, így van, már és az elején... meg a tetoválásodat. Így van, mert hogy az is ott van. Igen, van benne, van benne minden. Mert hogy elindult, vagy folytatódott, mondhatjuk így, ez a Csonka Liga, vagy nem is tudom, hogy fejezzük ezt be. Nagyon furcsa körülmények között játszanak, aki nem követi az NBA-t napi szinten, meséld el, tényleg vetített szurkolók egy zárt csarnokba. Hogyan zajlik most a hagyományosan tömegrendezvénynek számító, egész Amerikát behálózó kosárlabdaliga? Én azt szoktam mondani, ez a D-naphoz, a partra szálláshoz hasonlítható logisztikai bravúr, amit összehozott az NBA. Nagyon hamar rájöttek, és okosan, most visszanézve, hogy Amerikában nagyon sokáig nem lesz normális a helyzet. Nem lehet megcsinálni azt, mint Németországban, ahol a Bundesligában utaznak a csapatok, mert olyan a túlfertőzöttség. Azt mondták, hogy mindenkit bezárunk egy helyre, ami éppen Disneyland. És ez az ott a buborék van, a sajtóban. Ez a buborék, igen. Ott van 22 csapat, csak azokat hozták el, akiknek van esélye a rájátszásra, és ők néhány alapszakasz meccs után játszanak egy full rájátszást 4 győztes meccsig. Addig pedig a családjukat sem láthatják, és olyan szigorú szabályozások vannak életben. Egy ilyen Mickey Egeres karkötőjük van, mert ugye Disneylandben vannak, azzal kell lecsippantani magukat minden bejáratnál. Ha nincsen meg a napi tesztjük, egy napra eltiltják őket. Hogyha valaki elmegy... Ők kibejárhatnak, vagy egyáltalán nem járhatnak? Teljesen le van. Mióta vannak ott? Hányan vannak? Nagyjából 3 hete, 22 csapat, és egy csapat azt hiszem 35 emberrel utazhatott. Tehát ez is egy komoly probléma volt, hogy séfek nem utazhattak, személyi edzők nem utazhattak. Tehát most szokták mondani, hogy ennyi pénzért bírják ki, persze, kibírják, de azért feleség, szex, személyi edző, séf nélkül ezeket a dollármilliómosokat bezárni egy ilyen buborékba, egy picit időzített bomba, de 3 hét óta nincs egyetlen pozitív eset sem. Én azt szoktam mondani, hogy innentől már csak külső szabotás vagy belső hülyeség tudja ezt megtörni, mert működik a rendszerük. Most látjuk a felvételeket, illetve az előbb láttunk egy másik felvételt arról, hogy azért a politika itt is átirtatta, illetve a társadalom változása, hogy a Black Lives Matter felirat pólókon tehát a fekete élet számít. Ugye a szerencsétlen eset, a gyilkosság óta gyakorlatilag Amerika újabb polgárjogi mozgalmat indított. Mennyire mutatja meg mindez azt, hogy Amerika és a kosárlabda is belül élénken reagál például a politikai társadalmi folyamatokra? Ez leginkább szerintem azt mutatja meg, hogy 2020-ban egy magát komolyan vevő és talán brandként kezelő sportolónak állásfoglalásokra van szüksége az, hogy teljességében ki tudja élni. Például a képen látható LeBron James a sportolóságát. Ott voltak az utcákon, ott voltak a tüntetéseken, és nagyon aktívan dolgoznak azon, hogy ez a párbeszéd ez ne álljon le, folyamatosan a porondon legyen, és rengeteg, például ami most látszik, az, hogy azt ismerik fel ezek a játékosok, hogy a változásnak a választások a fő mozgatórugói, és azért indítanak mozgalmakat, hogy minél több fekete menjen el szavazni, és most ez a fő mozgalom. Volt is korábban arról szó, meg itt az adás előtt beszélgettünk arról, hogy nem mennek el, tehát nem vesznek részt, aztán mégis ott vannak. A pénz, tehát mennyi pénz forog itt kockán, vagy mi az oka, hogy azért ezt azért nem olyan egyszerű ezt elhalasztani, vagy ezen nem részt venni? Rengeteg kalkuláció van. Az NBA-ről nagyon röviden annyit érdemes tudni, hogy a játékosok nagyjából a bevétel felét kapják meg fizetésként. Direkten érdekeltek abban, hogy jó legyen a termék. Ha lemaradt volna ez az alapszakasz és a rájátszás, az csak a játékosok zsebéből nagyságrendileg 1 milliárd dollárt vett volna ki. A tulajdonosokéból meg még 2 nagyjából. Úgyhogy a szezon eleje úgy indult, hogy összebalhéztak Kínával, és 400 millió dollárjuk bánta egyetlen tweetet. Úgyhogy rájöttek arra, hogy ez egyébként egy olyan platform, ahol el tudják mondani a véleményüket, nem kell a párbeszédet attól abba hagyni, hogy ők játszanak, és mellé még a pénzükhöz is hozzájutnak. Eklatáns példa, 22 másodperces a sztori, gyorsan elmondom, Greg Popovicsot megkérdezték, hogy egy legendás és egyébként politikailag nagyon aktív vezetőedző, mi a hír az olasz légiósuk Marco Bellinelli játékáról. 5 percet beszélt egy nagyon fontos polgárjogi kérdésről is, egy rég elfejtett Mártiról, egyébként Marcoma nem játszik. És hogy mindent kihasználnak el. Balázs, a jelenlegi körülmények között a sportértékről mit tudunk mondani? Tehát mert egy zárt kapus meccsnek mindig van egy fajta, szerintem egyébként nyomasztó hangulata, de nyilván itt megpróbálnak mindent megtenni, hogy ez a nyomasztó hangulat egy picit oldódjon. Milyen most a kosárlabda Amerikában?
négy hónapos kihagyás az sokat, az borzasztóan sok. Hogyha vége van egy szezonnak, általában egy hónappal, másfél hónappal később ők már egymás ellen játszanak ilyen úgynevezett pick-up game-eket. Most ez is elmaradt. A játék minősége az alakul, a hangulat szerintem jobb a vártnál, de értelemszerűen nem lehet azzal összehasonlítani, amikor Dustin Hoffman meg Jack Nicholson őrjöng az alapvonalon. De a játék minősége, bocsáss meg, az azért alakul, mert nagy volt a kihagyás. Igen, és még játsszák be magukat. Tehát, hogy nagyon sokan később érkeztek, voltak egyébként pozitív teszttel, volt otthon, és csak később tudott csatlakozni. Mindent megtesznek, a hanghatások, a vizuális effektek mind ott vannak. Vetített szurkolók vannak, ugye? Igen. Tehát oda vetítik rá a széken a virtuális szurkolók. Igen, pont ma olvastam egy cikket, mert ez eddig nagy kérdés volt, hogy hogy lehet oda bejutni. Egy nagy szoftveróriással üzletel az NBA ebben a szempontból, és akár te ma este, hogyha van kedved, és akkor bejut. Egy bizonyos nem, pénzt, nem nincs kell? Pénz. És nincs? Ez benne a zseniás, hogy nincsen benne pénz. Be kell jelentkezni az alkalmazásba, van egy event, és meg fogsz jelenni a kijelzőn. Röviden még annyit, hogy az előbb hölgyeket is láttuk, ugye van egy profiliga a nőknek, és ez a WNBA. Általában akkor szoktak játszani, amikor egyébként a férfiak nem. Most viszont láttuk őket itt edzeni, akkor a WNBA és az NBA egyszerre megy most? Most egyszerre megy, ők egy másik buborékban játsszák le a saját szezonjukat. És ez a teljes elzártság buborék, ez azt jelenti, hogy ahány csapat van, akkor annyi edzés lehetőség, iszonyú logisztika. Elképesztő. Három hotelben vannak a csapatok, napi teszteléssel, és... Külön applikáció van, azt olvastam, hogy kifejlesztette. És minden csapat, hogy mennyire nem számít a pénz, elhozhatta a saját parkettáját, úgyhogy amikor majd beindul a rájátszás, akkor felszedik, és lerakják majd annak megfelelően. Golden State Warriors idén nem nyer, ki nyer idén? Idén, hogyha egy csapatot kell mondanom, akkor legyen a Los Angeles Lakers. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük.